Két héten keresztül fogadta a gyerekeket a BME Gyerekegyetem. A Műszaki Egyetem tavaly nyitott először az általános iskolások felé, és bár a szünidőre esik a program, zajos sikere miatt idén már ketté szedték a jelentkezőket. Így június 27-től a legkisebbek, míg július 4-től a már kicsit nagyobbak számára tartottak előadásokat és szemináriumokat a Q épület falai között. Ugye egy egyetem számára hagyományos a középiskolákkal való kapcsolattartás. Ennél az volt az érzésünk, hogy nem lenne rossz ötlet egyel korábbra visszanyúlni az általános iskolákba. Több mint 300, mind a kettőben, tehát több mint 600 érdeklődő diák volt az országban, akik az első hét tapasztalatai alapján nagyon jól érezték magukat. Mi itt nem hajtunk vére válogatást, tehát nincsen ilyenfajta felvételiztetés. Most itt a helyzet a következő. A múlt héten is és most is kivétel nélkül értelmes, intelligens, érdeklődő arcokat és szempárokat láttam. Na most vagy ilyen a följövő magyar ifjúság, vagy pedig van egy természetes kiválogatódás, hogy a gyerekek, a szüleik és a nagyszüleik szinte saját magukat megszűrik, és aki úgymond affinitást érez a műegyetem erősségű intézménnyel való megismerkedésre, az jön ide. Mágikus fizika, Odú a jövőháza, titkosírás és matematika, hogyan mozognak az állatok, csak néhány az elhangzott előadások témáiból. Józsa János rektor például a második hét nyitó előadásán a víz erejéről és ennek tudományos megfigyeléséről, kiszámításáról beszélt felsősöknek. Projekt feladatot is kaptak a nebulók, melyről a hét zárásaként megtartott diploma osztó ünnepségen kellett számot adniuk. A Gyerekegyetemre az egész országból vártak tanulókat, mindössze annyi megkötés volt, hogy az elsősöket még nem, a kilencedikeseket pedig már nem tudták fogadni. A BME tanárai és önkéntes diákjai úgy szervezték meg a programot, hogy vidékről kísérőkkel csoportosan érkezhessenek a diákok, tehát a szállás és az iskolán kívüli idő eltöltése se okozzon gondot. De a legfontosabb talán a szülők szerepe, hiszen az, hogy egy nyári hetet nem kötelező, hanem választható programként az iskolának szenteltek a gyerekek, igazán nagy szó. A gyermeki érdeklődés fenntartása és fejlesztése nem csupán a tanítók, tanárok dolga.